Ma már nem csak nekünk, embereknek van szükségünk vitaminpótlásra a téli időszakban, hanem négylábú kedvenceinknek is. Míg nekünk a C-vitamin napi dózisának megemelését javasolják a szakemberek, addig a kutyáknak és cicáknak a B-vitamint kell pótolni. Ezt jobb minőségű, zsírosabb táplálékkal is megtehetjük, de akár étrendkiegészítő tablettákat is adhatunk az állatoknak. Ezzel felkészítjük szervezetüket a hidegre. A lakásban tartott kutyáknál azonban a szoba hőmérséklete is befolyásolhatja az egészségüket. Lakásban tartott kutyáknál nagyon fontos az, hogy a kinti és a belső hőmérséklet azért valamennyire kiegyenlítődjön. Ugye bent 22-23 fok van általában ilyenkor a lakásban, fűtés, szárazabb a levegő, kint viszont sokszor csapadékos, nedvesebb az időjárás, meg persze nagyon hideg is van, főleg ugye mostanában, hiszen jön a tél, mínusz fokok is lehetnek, és ugye egy ilyen 30-35 fokos hőmérséklet különbség az nagyon odavághat úgymond a kutya szervezetének. Lakásban tartott kutyáknál nagyon fontos az, hogy megfelelő védekezést adjunk a kutyának. Bármennyire is divatnak tűnik, meg bármennyire is butaságnak sok ember számára, de a rövidszőrű kutyákat igenis fel kell ilyenkor öltöztetni. A hideg és a hó más veszélyt is rejt, hiszen ilyenkor gyakran sózzák az utakat és járdákat. Ami nekünk jó csúszásgátló, az a kutyák mancsát marja. Ez ellen krémekkel és kenőcsökkel tudunk védekezni. Nincsenek egyszerű helyzetben azok a gazdik sem, akik kint tartják a kutyájukat. Érdemes naponta többször ellenőrizni az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. A kutyaházat pedig ajánlott fából készíteni, köztes anyagként szigetelő habot használni, belülről pedig szalmával bélelni. A legnagyobb igyekezet ellenére is van, hogy a szagok miatt egy-egy kutya megszökik. Ha a hidegben kóborkutyát találunk, az első, amit tehetünk, hogy elvisszük egy állatorvoshoz, ahol kiderül, van-e benne csip. Ha véletlenül nincsen benne csip, akkor is nagyon fontos és hatalmas segítség ugye nekünk állatvédő szervezeteknek, hogyha megpróbálják egy pár napra elhelyezni ugye a saját otthonokban a kutyát, akár egy kertben, egy garázsban, egy fészerben, vagy mondjuk egy fürdőszobában, hogyha nincs más lehetőség. Sokan ugye ilyenkor azzal védekeznek, hogy de hát nálam nincsen hely, és hát nekem már van két kutyám, vagy három, viszont ilyenkor mindig elmondjuk, hogy ugyanez a helyzet nálunk is, tehát csak nálunk nem két kutya van, hanem 200. Tehát amennyire nehéz neki elhelyezni ugye egy-egy talált állatot, ugyanolyan nehéz nekünk is, hanem sokkal nehezebb. Sajnos az állatvédő szervezetek minden télen nagyon sok kihűléses kutyával találkoznak, akik nem csak a kóborebek közül kerülnek ki. Gyakran találkoznak olyan esettel is, hogy az udvaron tartott kutyára nem figyelnek oda kellően, és nem egyszer volt már olyan, hogy későn érkezett a segítség.